Sziasztok, ez most már a 9. Én és a könyvem adás, és én arra gondoltam, hogy visszahozok egy olyan szerzőt, akivel a legelején indultam, aki az első Én és a könyvem adásban volt, azért is, mert nagyon sokat forgatom a verseskönyvét, és azért, mert szerintem a magyar irodalomnak az egyik legfontosabb alkotója, ő nem más, mint Nemes Nagy Ágnes, úgyhogy ismét ehhez a gyűjteményes kötethez ragaszkodnék, és két olyan verset választottam ki, ami szerintem aktuális, vagy fontos az életműben. Az egyik vers, ami Thomas Mannhoz kapcsolódik, egy picit visszautal Zsolna előző adására, hisz ő Thomas Mannnak egy fontos regényét hozta. A másik pedig a között, ami valahogy a mostani állapotunkat, egyfajta átmenetet, két élethelyzet közötti állapotot tükrözi, de természetesen tudjátok, sokszor szoktam elmondani, hogy minden vers úgy működik, hogy amikor olvassuk, akkor van egy aktualitása, és ezért érdemes a versekhez, egyébként a regényekhez és a novellákhoz is visszatérni, mert mindig más-mást jelent, ahogy a mi életünk változik, ahogy egy más életszakaszba kerülünk, onnantól kezdve változik ezeknek a verseknek a jelentés tartalma is. Úgyhogy itt a 9. Én és a könyvemben én ismét Nemes Nagy Ágneshez fordulnék. Sokan írtatok nekünk, ennyit még hadd meséljek el, vagy hadd mondjak el, hogy mindenképpen folytassuk ma nyáron is ezt a sorozatot, mert ha bár természetesen ugye nem egy-egy könyvet egy hét alatt adunk föl a házi feladatnak, de mindig adunk valamiféle inspirációt Zsolnával arra, hogy merre forduljatok, vagy akár most, hogyha indulnak a nyári hónapok, és talán egy picit már ki lehet mozdulni, szabad levegőn olvasni, vagy akár elutazni Balatonra országon belül, akkor milyen könyveket pakoljatok be. De ahogy mondtam, azért ezek a szövegek megtalálhatóak az interneten és a Digitális Irodalmi Akadémiánál. Nemes Nagy Ágnes címszóra, névre kattintva megtaláljátok az ő életművét, és ezt a két verset is, amit én hozok. És ugye az én kezemben most egy gyűjteményes verseskötet van, ez a könyv pár évvel ezelőtt jelent meg, és az összes versét tartalmazza Nemes Nagy Ágnesnek, azokat a verseket is, ami életében nem került kiadásra, ilyen ez a Thomas Mann-t idéző vers is, majd mindjárt elmondom a pontos címét. Ebben a verses kötetben ez a vers is benne van. Egyébként az életmű 7 önálló kötete jelent meg Nemes Nagy Ágnesnek. 5 olyan kötet, ami gyermekverset vagy gyermekszövegeket tartalmaz, vagy 5 verses képeskönyv, és ugye 5 olyan, ami gyermekekhez szóló verset is tartalmaz. De mindösszesen 2 olyan verses kötete volt Nemes Nagy Ágnesnek ebben az életműben, ami önállóan csak friss megjelent verseket, tehát új verseket tartalmazott. Ez volt a Kettős világban és a napforduló, a Kettős világban a 42 és 46 közötti verseket mutatta be, és a napforduló pedig az 57 és 69 közötti verseket tartalmazta. Egyébként egy pici érdekesség a szerzőre gondolva, a mai világból talán fura visszatekinteni, hogy Nemes Nagy Ágnes egész életében kézzel írt, különböző füzetei voltak, az első verseit egy, ha jól emlékszem, egy ilyen zöldes-barna műbőr borítású, és a tetején egy ilyen díszített kis füzetkébe, kis könyvalakú kis füzetkébe írta bele, egyébként Frici bácsitól, anyai nagybátyjától kapta ezt a füzetet, de természetesen tudunk arról, hogy a hagyatékban géppel írott kéziratok is fennmaradtak, minden bizonnyal ezeket a kéziratokat férje Lengyel Balázs gépelte be, úgyhogy ezeket így kell tekinteni. Az első vers, amit itt bejelöltem, de látjátok, rengeteg jelölésem van, mert tényleg nagyon fontosnak tartom ezt a verseskötetet, és számtalanszor visszatérek hozzá. Az első vers a között, amiben most felolvasok nektek egy pici részletet, ez 66 előtti, ez az említett napforduló kötetből származik, egyébként van szövegvariáns is. A legelejét olvasom, ami engem most nagyon megérintett. A levegő nagy ruhaújjai. A levegő, amint szilárdan támaszkodik madár s madártan. Az érvek foszló szélein a szárny, egy percnyi ég beláthatatlan következményű lombjai, az élő pára fái, felkanyarodva akár a vágy, a fenti lomba, percenként 20-szor lélegezni a zúzmarás nagy angyalokat. És lent a súly. A síkon rökhegyek nagy, mozdulatlan zökkenései, amint feküsznek, térden állnak az ormok és a sziklahátak, a föltani szobrai, a völgy egy percnyi figyelemlazulás, aztán megint a tömbök és a formák, messzes csonttól körvonalig
kővé gyűrődött azonosság az ég és a föld között. A sziklák roppanásai, amint a nap átlátszó ércei már-már magukba, fémmé a követ, ha állat járja, körbe füstölög, s köröznek fent a sziklafal fölött az égő paták füstszalagjai. Aztán az éj a sivatagban, az éj, amint kioltja, s kőmi volt a magváig ér fagypont alatti éj, s amint hasadnak és szakadnak a porcok, forgó, kőlapok, amint feszítik véghetetlen széthasadó önkívületben a fehér s a fekete mindennapos néma villámcsapásai a nap és az ég között. Ez a vers még folytatódik, mindenképpen keressétek meg, odalapozok most az említett Thomas Mann vershez, azt gondolom, hogy tényleg sok verziója, sok értelmezése van ennek a versnek. Valahogy az elmúlt két hónap nekem a ég és a föld között bizonytalanságban, kérdésekkel telve telt ezek a napok, és nekem sokat adott Nemes Nagy Ágnesnek a költészete. A másik, mint Thomas Mann, ha a múltba kémlelt című vers, ez 46-os valószínűleg életében kiadatlan versek között találtam meg, körülbelül ennek a könyvnek a közepén található 300 oldal között, és az Elégia egy fogolyról című versnek a elhagyott bevezető strófáinak tekinthető, ez nincsen bizonyítva, de a strófa szerkezet azonossága bizonyítja ezt. Most ugye azért nézek le többször, mert nézem, hogy ezt a két verszakot felolvasom nektek, és aztán pedig az Elégiának egy kis részével fogom lezárni. Mint Thomas Mann, ha múltba kémlel, de kúta múlt és lágy homok, úgy küszködöm én is a mélyen, hajítva, túrva limlomot. Múltamban ásva azt a tájat, hol az igazság újra támad. Mi volt igaz? Akár ma vágyam, s a két igazság összefut, és csitul szomjam percnyi vágya. Bár mérhetetlen mély a kút, a régi kertbe útra kelnék veled, barátom. Add az elméd. Olvassatok Nemes Nagy Ágnes verseket. Minden élethelyzete, minden napra, minden apropóra szerintem találunk, és ha már Pünkösd, és ha már Nemes Nagy Ágnes, és ha már Thomas van, akkor ebből is egy strófát, ebből az Elég jó egy fogolyról című versből, szintén 46. A templom csupa hímzett zászló. Pünkösd vasárnap ünnepén, színes üvegből citerázó cecilián áthull a fény, s a boldogságos vára szórva a sok, kövér pünkösdi rózsa. Most pedig jön Zsolna, és jövő héten folytatjuk. Sziasztok! Ezen a héten én egy sci-fi novellagyűjteményt szeretnék ajánlani önöknek, ami valójában nektek, ami valójában talán nem is sci-fi. Mondhatjuk talán azt is, hogy mágikus realista novellagyűjtemény, a szerzője pedig Ursula K. Le Guin, aki két évvel ezelőtt 88 éves korában hunyt el. Nevezik őt a modern sci-fi irodalom nagyasszonyán, mindenfélének. Az írónő azt állította magáról, hogy ő soha nem akart író lenni, csak írt. Ehhez képest mindenfélét írt. Gyerekkönyveket, verseket, az első kiadott könyv egy verses kötet volt. Színdarabokat, filmforgatókönyveket, legismertebb munkái mégis inkább ezek a science fictionhez sorolt könyvek. Ezek egészen elképesztő irodalmi mívességgel megírt fantasztikus történetek, és nagyon sok olyan történetet ír, ahol, ami inkább a mágikus realizmus dobozába pakolható be, ha egyáltalán valahova, mert sokkal több köze van a valósághoz, egy sajátos valósághoz, egy Ursula K. Le Guin féle valósághoz. Az a novellás kötet, amit ajánlani szeretnék ezen a héten, az a Valós és valótlan című, ami ben a címhez nagyon hűen olyan történetek vannak részben, amelyek nagyon is realisták, és nagyon is sajátos szemszögből mutatják meg a valóság nem mindig nagyon vidám szeletét, illetve olyan történetek is vannak, amik egészen csodálatos világokba kalauzolnak el bennünket. Nekem ezek a történetek a kedvenceim, ezek a novellák a kedvenceim, mert azt gondolom, hogy itt
érzékelhető talán a legerősebben az írónő ötletessége, fantáziája, ami egészen lenyűgöző, és talán ezeknek a szövegeknek az érzékenysége és a mívessége is erősebb nekem, vagy sokkal érzékletesebb, plasztikusabb, mint a valósághoz kötődő szövegek. Úgyhogy a valós és valótlan párharcában én a valótlanra tenném le a voksomat. És akkor egy részlet a Buffalo lányai című novellából. Megtorpant. A hideg semmi, amelybe a repülő zuhant, újra megnyílt alatta, ő pedig belehullott. Állt és zuhant. Halk nyűszítő hang szakadt ki belőle. Itt vagyok. A gyerek megfordult. Egy préri farkast látott, amely egy félig kiszáradt varjú tetemet marcangolt, fekete ínyére és keskeny állkapcsába tollak ragadtak. Egy részbőrű asszonyt látott, aki egy tűzrakás mellett térdelt és valamit szórt a kövek közé támasztott kúp alakú fazékba. Hallotta, hogy a fazékban forra víz, bár a tűz mellett állt. A nő haja szürk és sárga volt, egy darab zsinórral kötötte hátra. Nem viselt lábbelit, felfele néző talpa sötét volt, és alig, hanem kemény is, mint a cipőtalp, de szépen ívelt, a lábujjai pedig apró gyöngyökként sorakoztak. Kék farmert viselt, és öreg blúzt. Felnézett a lányra. Gyere, egyél a varjúból! A gyerek lassan odament a tűzhöz, a nő mellé, és legugolt. Már nem zuhant, szinte súlytalan volt és üres. A nyelve, mint egy fadarab a szájában. A nő legismertebb műve egyébként a Szigetvilág ciklus. A Szigetvilág nélkül azt hiszem talán nem is biztos, hogy lett volna Harry Potter. Mert hogy ez is egy varázsló tanoncról szól. Szóval szigetekből álló világban él. A világ is csodálatos, és a történet is csodálatos. A Sötétség bal keze a másik legismertebb műve az írónőnek, és az egyik kritikusa azt írta róla, hogy irodalmi mélységet és érzelgőségtől mentes feminizmust kölcsönzött a science fiction irodalomnak. Ő maga, Ursula K. Le Guin, azt mondta, hogy amikor elkezdett írni, és elkezdték a sci-finek titulált írásait kiadni az 50-es, 60-es években, akkor egy sci-fit író nő az legalább olyan ritka volt, mint egy unikorn is. És aztán pedig elkezdték rajta számon kérni, hogy mégis nem is tudom, hogy fogalmazza meg, nem is talán számon kérni, hanem elkezdték a feminista attitűdjét felerősíteni, amit ő azzal intézett el, hogy jó, hát akkor csak nézzék meg, hogy tudok egy kézzel irodalmi karriert építeni, a másik kezemmel pedig három gyereket felnevelni, ugyanis ezt tette. Portlandben élt egész életében, professzor férjével, és három gyereket neveltek fel. Olvassatok Ursula K. Le Guint, senki nem fogja megbánni, megígérem. Lehet a novellákkal is kezdeni, hogyha valakinek először a rövidebb történetekhez van kedve, de a regényekben is bátran bele lehet fogni.